Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Készülődés a halottak napjára, már most sokan járják a temetőket. Séta a merrák megelőzéséért, Szekszárdon vonultak fel. Mérges vagy nem mérges? Gombaszakellenőr ad tanácsokat a gombafajokkal kapcsolatban. Halloween, megoszlanak a vélemények az ünnepről. Közeledik a november 1-én tartott Mindenszentek és a november 2-ai halottak napja. A temetőkben már most a napokban szokás szerint érzékelhetően többen járnak, hogy felkészüljenek a hétvégére. A rendőrség a megnövekedett forgalomra és a biztonságra, a katasztrófavédelem a tűzesetekre hívja fel a figyelmet. Mécseseket, virágokat helyeznek el a síroknál a hozzátartozók ebben a szekszárdi temetőben. Már most a napokban is sokan járnak a sírkertekbe, hogy felkészüljenek a november 1-i Mindenszentekre és a 2-ai halottak napjára. Nem csak olyan nagy dolgot, virágot viszek, de hát ez mindig van. És halottak napján is kijönnek majd? Igen, a gyerekekkel együtt. Most csak én jöttem, de jönnek a gyerekek is. A sírokat a hozzátartozók gondosan rendbe teszik, letisztítják a halottak napját megelőző időszakban. Meglátogatjuk a sírokat, halottjainkat. Nekünk elég szétszórtan vannak itt somos tornabaranyám, és azért vagyunk már ennyivel előrébb. Már sok helyre kell sajnos mennünk. Mindenszentek és halottak napja alkalmából jelentősen megnő a forgalom az utakon és a sírkertek környékén, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen egymásra, erre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ugyanilyen fontos az értékeinkre is vigyázni. Amikor a sírkertekben gondozzuk, ápoljuk a rokonaink, ismerőseink sírját, senki ne hagyja az értékeit őrizetlenül még egy percre se. Ez azt jelenti, hogy amikor esetleg a növényeket, az elkopott koszorúkat elvisszük a szeméttárolóba, ne hagyjuk a síron a táskánkat, hiszen egyetlen óvatlan pillanatnak az lehet az eredménye, hogy valaki, aki esetleg szeretné megszerezni más értékeit, elviszi, és később akár a kukában találjuk meg kiürítve a táskánkat. Ebben az időszakban a rendőrök a temetők környékén fokozott létszámban lesznek jelen, annak érdekében, hogy mindenki békében és biztonságban emlékezhessen meg elhunyt szeretteiről. A katasztrófavédelem továbbá felhívja még a figyelmet a halottak napi tűzesetekre is. Tavaly Tolnában 4 alkalommal vonultak a tűzoltók temetőben keletkezett tüzekhez, továbbá gyertya vagy mécses miatt lakásokban felcsapó lángokhoz. Szekszárdon például egy éjszakára őrizetlenül hagyott mécses miatt keletkezett tűz egy házban. Tamásiban szintén hasonló eset történt, a lángok itt mintegy 8 négyzetméternyi területet érintettek. Érdemes akár a temetőben vagy a sírhelyek környezetét is letakarítani ugye a zavartól, az elszáradt koszorútól, valamint virágoktól. A temetői hulladéktárolóba kerüljük a forró és izzó tárgyak dobását. Minden esetben hőálló mécsest helyezünk ki a sírok környékére, gondoskodjunk arról is, hogy lehetőség szerint ezek ne tudjanak felborulni. Ha a sírhelytől távozunk, lehetőség szerint oltsuk el. A házban gyújtott mécseseket, gyertyákat fémtálcára helyezzük, és gondoskodjunk róla, hogy ezek közelében ne legyen semmilyen éghető anyag. Érdemes füstjelzőket is beszerezni, amik baj esetén jeleznek számunkra. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. A Tolna vármegyei kormányhivatal, Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, a Tolna vármegyei Balas János kórház, illetve számos civil és sportszervezet figyelemfelhívó sétát szervezett a mellrák megelőzésért. A cél, hogy népszerűsítsék az emlőszűrés fontosságát. A Covid óta lényegesen megnövekedett az emlődaganatban szenvedő betegek száma Tolna vármegyében. Összefogással a mellrák ellen. Ezzel a feliratú molinóval vonultak Szekszárd utcáin az emberek, hogy népszerűsítsék az emlőszűrés fontosságát. Tolna vármegyében általában évente 150 beteget diagnosztizálnak emlődaganattal. Amiből sajnos 40-50 halálesettel végződik, ami nem csak magáról a betegről van itt szó, az esetek többségében, hiszen nőkről beszélünk, emlőrákról beszélünk, mindenkinek általában van vagy kisgyermeke, gyereke, vagy unokája. Tehát nem csak magát a beteget sújtja ez az esemény, hanem a környezetében lévő embereket is, úgyhogy sokkal fontosabb problémáról van szó, mint ahogy ezt első rátekintésre gondolná az ember, de ami a legeslegfontosabb,
hogy ez a betegség ez megelőzhető. A harc ezzel a betegséggel eredményesen felvehető, elsősorban a mammográfiás vizsgálat miatt, hiszen ez már korai stádiumban kimutatja, ha valakinek daganatos elváltozása van az emlőben. A sétafő üzenetét nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ami az lenne, hogy minden 45 és 65 év közötti hölgy vegye igénybe két évente a részére biztosított térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálatot itt Tolna vármegyében a Szekszárdi Szűrőcentrumba bejelentkezve. Meghívó levelet kap központilag erre, de ha valaki valami miatt nem kapna, akkor is éljen ezzel a lehetőséggel. És hogyha valakinek a családjában előfordult merákos megbetegedés, vagy esetleg magán valamilyen panasz tünetet észlel, akkor életkorától függetlenül is azonnal menjen el a szűrővizsgálatra. A séta a Garai téren ért véget, ahol lehetőség volt állapotfelmérésre is. Nálunk elég sokan voltak, mert mi írtunk itt jelenlétívet, és a mi papírunk az megtelt, úgyhogy mi elégedettek vagyunk, hogy a standunkat elegen meglátogatták. A rendszeres emlő önvizsgálat is nagyon fontos, hiszen már a fiatalok körében is megjelenik ez a kor, így kellőképpen oda kell figyelnünk testünk jelzéseire. Kanabisz ültetvényeket számoltak fel a Tolna vármegyei rendőrök egy tanyavilágban kialakított termőhelyen. Az épület 41 éves tulajdonosa és 46 éves ismerőse közösen alakították ki a növények fejlődéséhez szükséges ideális feltételeket. Elmondták, hogy mindketten hosszabb ideje rendszeres fogyasztók, amit a gyors tesztek eredménye is igazolt. A tanyánál lévő sátorban 16 tő különböző fejlettségi növényt, a gyanúsítottak lakcímein összesen 46 g-nyi szárított növényi részeket foglaltak le a hatóságok. A honvédelem érdekében hosszú ideje végzett eredményes tevékenysége elismeréséül a honvédelemért kitüntető cím második fokozatát vette át dr. Pátri Eszter, Tolna vármegyei tisztifőorvos, a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője. Dr. Pátri Eszter Kutnyánszki Zsolttól, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiájáért és humánpolitikájért felelős államtitkárától vette át a díjat Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából rendezett honvédségi ünnepségem. Már megjelent a boltokban a magyar sütőtök, az egészséges őszi csemegével egészen február végéig ellátják a piacot a hazai termelők. Derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet körképéből. A vásárlók már nem csak egészben vihetik haza a sütőtököt, a fogyasztói igényeknek megfelelően a polcokon ott sorakozik a tisztított, darabolt áru is. A növényt Magyarországon évente 1600-1800 hektáron termelik. A szekszárdi piacra látogattunk el stábunkkal, ahol Mészáros István gombaszakellenőr ismertette a szabadban szedett gombafajokat és azok lehetséges feszélyeit. Mire kell odafigyelnünk, amikor hozzáértés nélkül szeretnénk a családi asztalra tenni a saját kezűleg szedett gombát. És akkor várunk egy fél percet, hogyha sárgul, akkor karbolos csiperke, ha nem sárgul, akkor eheti. Mészáros István 3-4 éve tevékenykedik gombaszakellenőrként. Gyermekkora óta járta az erdőket édesapjával, aki méhészkedett, István bácsi azonban a gombák szerelmese lett. Mindenfajta gombát ismer, így mindig megtalálható a szekszárdi piacon, ahol ingyen megvizsgálja az általunk szedett gombákat. Az egyik meghatározó bélyeg a talajtípus, a termőhely, tehát hogy fántermet, mezőntermet, vagy az erdő kellős közepén. És ha ezek így együtt vannak, akkor már egy hozzáértő elég nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy fogyasztható vagy nem alkalmas emberi fogyasztásra. Az idei évben nem igazán jellemző a mérges gomba. Most nagy tömegbe terem a gyűrűs tuskógomba, az 20 percig kell főzni. Tehát erre kell odafigyelni, mert különböző az érzékenysége az emberi szervezetnek, és ha ez a főzési idő nincs betartva, akkor gyomorrontási tünetek jelentkezhetnek. Amelyik gomba fánterem, az nem mérgező. Ezt a tévhitet szeretné eloszlatni a szakember. A fahéj színű taplógomba, az például mérgező. De úgy kell annak, aki megeszi, tehát az nagyon kemény. De többnyire, tehát a gyűrűs tuskógomba is mérgező, és az is fánterem, élőn és elhalton. Ha nem tartjuk be a főzési időt, akkor az is mérgező tud lenni.
Találkoztunk olyannal is, aki a biztos meggyőződés ellenére is elvitte a termést bevizsgáltatni. A menyem az úgy elég jól ért a gombákhoz, de az a biztos, hogyha a gombaszakértő megnézi, úgyhogy ezért hoztam el most ide bevizsgáltatni. És mi lett a vizsgálatnak az eredménye? A vizsgálat eredménye szekszárdi csiperke gomba, amit az úr azt mondta, hogy régen nagyon-nagyon sok termett, és teljesen jó étkezésre alkalmas. Aki gyűjt, és nincsen előtanulmánya vagy tapasztalata, az mindig mutassa meg szakértőnek a gombát, hogy a mérgezés elkerülhető legyen. Gyilkos galóca, fenyősisak gomba, pókhálós gomba, ami kicsi, ártatlannak látszik, mégis veszélyes. A mérgezés tünetei 3 hét múlva jelennek meg először. Szánjunk időt a bevizsgáltatásra, mielőtt a családi asztalra kerülne az étel. Két darab napelemes kandellábert helyeztek el a bátaszéki köztemetőben annak érdekében, hogy a gyalogos közlekedés szürkületben is biztonságos legyen, adta hírül Bozsolik Róbert, a település polgármestere Facebook oldalán. A temetőben ebben az évben már több fejlesztést is megvalósított az önkormányzat, többek között urnafalat építettek, megszélesítették a kaput és kamerákat is kihelyeztek. Országos mezei futó és tehetségkutató versenyt rendeztek Kaposváron. A viadalon a Szekszárdi Sportközpont atlétái is remekeltek. A nemrég Varsóban országos maratoni csúcsot futó Szemerei Levente rajtcélgyőzelmet aratott a felnőtt férfi futamban. Mészáros Milla az U18-as lányok között, míg Vég Zsombor az U18-as fiúknál volt a leggyorsabb. A megmérettetésen a legkisebb korosztályok is rajthoz álltak. Folytatta jó szériáját, ismét győzött a másodosztályú futcálbajnokság nyugati csoportjában az újonc tolnamözsi férfi futcál csapat. A tolnaiak a pontvadászat 6. fordulójában múlták felül Érden az Asterix érgárdáját 7-5 arányban. Az alakulat így a 10 csapatos bajnokság tabellájának 6. helyére lépett előre. A tolnaiak legközelebb hazai környezetben a Tihanyi FC együttesét fogadják november 4-én hétfőn. A Halloween október 31-én ünneplik, ez Amerikában az 1900-as évek elejétől vált elterjedté és népszerűvé. A kelták hite szerint a holtak szellemei október 31-én visszatérnek, és mivel azt vallották, hogy az élőkbe ilyenkor beleköltöznek, ezért félelmükben beöltöznek különféle álcázó jelmezekbe. Ennek célja, hogy ezzel becsapják és megzavarják a szellemeket. De mi a helyzet Magyarországon, mennyire elterjedt és elfogadott az ünnep hazánkban? A Halloween egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban. Kicsik és nagyok egyaránt ezen a napon különféle jelmezekbe öltöznek be, és már az ünnep előtt tököt faragnak. Szekszárdiakat kérdeztünk, mi a véleményük az ünneppel kapcsolatban. Szerintem ez embere válogatja, nem gondolom, hogy egyértelműen lehet nyilatkozni, hogy csak ilyen vagy csak olyan, van akinek szimpatikus, van akinek kevésbé, úgy gondolom. Vannak olyanok is, akik szerint a gyerekekre ez nincsen rossz hatással. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ezekből semmit nem fognak fel, tehát hogy ők nem a halált ünneplik ezzel, hanem ők csak egy jelmezbált látnak benne, tehát nem gondolnám, hogy rossz hatással lenne rájuk. Mások szerint a magyar szokásokban ne keverjünk bele külföldi szokásokat. Az én véleményem az, hogy nem kell mindent utánozni, egyszerű szavakkal megfogalmazva. Rendben. Tehát annyira nem nőtt a szívemhez ez a Halloween ünnep, ahogy most favorizáljuk. Nem most, mert már évek óta megy. Egyesek hallani sem akarnak a Halloween ünnepéről. Nem szeretem a Halloween-t. A Halloween hazánkban megosztó. Sokan ünneplik, mások elítélik. Baranyai és Somogy vármegye hírei következnek. Milliárdos áfacsalás bűnszervezetben felszámolták a hálózatot a napnyomozói. Balatoni gasztropiac, somogyi termelők kínálták portékáikat Siófokon. 35 éve képviselik a nyugdíjasokat, ünnepelt a Pécsi Egyesület. Mintegy 900 millió forintnyi áfát tüntetett el egy személybiztonságra, takarításra és mosásra szakosodott budapesti bűnszervezet. A szövevényes cégláncolatban tevékenykedő bűnözői csoport 22 tagjával szemben folytatott, majd eredményesen lezárt nyomozást befejezve vádemelést javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Rajtőtnek az egyik gyanúsítottan ezen a felvételen a kommandósok. A NAV pénzügyi nyomozói derítették fel azt a céghálót, amely jelentős kárt okozott a központi költségvetésnek.
Tevékenységét tekintve hivatalosan mosásra, takarításra és személybiztonságra szakosodtak, de valóságban nem végezték ezeket a tevékenységeket, illetve nem azon a szinten, ahova a számlázás alapján elvileg mutatott volna az ügy. A megalapozott gyanú szerint elsődlegesen Pest megyében működő bűnszervezet további Heves és Győr-Moson-Sopron vármegyében működő vállalkozásokat is beszervezett ebbe a bűnszervezetbe, és gyakorlatilag az alsó szinten működő cégek azok bukó cégek voltak. A szervezet más szintjein ténylegesen dolgozó munkavállalókat névleg ide jelentették be. Az adót, valamint a járulékokat viszont nem fizették meg utánuk. Gyakorlatilag a bűnszervezet nem végezte el ezt az őrzésvédelmi, illetve takarítási és mosási tevékenységet, viszont ezekről a valótlan tevékenységekről mégis fiktív számlákat állítottak ki nagy mennyiségben. A fiktív számlák ellenértéke aztán a fővállalkozókhoz folyt be, akik a munkavállalókat még kifizették belőle, de a fennmaradó összeget maguk és a megbízók között szétosztották. A visszaosztásnál elég komplex pénzvisszaosztási metodikát alkalmaztak, ezt is feltárta a nyomozás. Ezzel a módszerrel jelentős haszonhoz jutottak a bűnszervezet tagjai. Az elkövetők tevékenységükkel közel 900 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A vagyoni hátrány megtérítése és a bűnszervezet felszámolása érdekében szervezett akcióban nyomozók, revizorok, járőrök és IT szakemberek dolgoztak, a főgyanúsítottat pedig a Merkur speciális taktikai osztály kommandósai ébresztették. Az akció napján 20 gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki a nyomozók, az ő számuk viszont a nyomozás során még további személyekkel bővült, így most 22 fővel szemben javasol a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága vádemelést. Az elkövetési érték, illetve a minősítő körülmények miatt jelentős büntetési tétel kiszabására számíthatnak a fő elkövetők. Az elkövetők, mivel különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt történhet vádemelés, akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak, különösen azok, akik a főgyanúsítotti körben szerepelnek, illetve azok a megbízók, akik esetében a vagyoni hátrány értéke akár több százmillió forintra is rúg. A vagyonbiztosítás érdekében szintén ugye fontos lépéseket tettek a nyomozók az akcióban. Itt közel 800 millió forint értékű vagyont sikerült biztosítani, ingatlanokat, gépjárműveket, céges vonatkozásban és magánszemélyek esetében is számlapénzeket, valamint céges tárgyi eszközöket és vevőköveteléseket is sikerült foglalni, illetve zár alá helyezni. A lefoglalt céges tárgyi eszközök között például egy komplett mosoda berendezései is szerepelnek. Ezeken kívül az elkövetők általi önkéntes befizetésként további 10 milliók térültek meg, amit a NAV megfelelő számláin fizettek meg a gyanúsítottak. Sajtok és húskészítmények, gombák, almalegfár, különböző mézek és zöldségkrémek is helyet kaptak a balatoni gasztropiac kínálatában. A somogyi termelők portékáit Siófokon kóstolhatták meg, vagy vásárolhattak is belőlük az érdeklődők. Novemberben 2, decemberben pedig 4 vasárnap várják a vásárlókat Siófokon. Szerintem az édesem. Igen? Jó, örülök. A szörpöket kóstolják ezek a fiúk, akik nagyszüleikkel érkeztek a balatoni gasztropiacra. A felnőttek tudatosan keresik a helyi termékeket. Adalékmentesek, kistermelők állítják elő, gyakorlatilag mindent végig fogunk nézni, és szerintem vásárolunk sok mindent, ahogy nézem itt a felhozatalt. Sokan rendszeres vásárlói a gasztropiacnak. Fűtőjást szoktunk venni, azt mindenképpen, mert azt szeretjük is, meg egészséges is. A gyermek szokott péksüteményeket, ugye kiflit, de most vettünk egész sok mindent, mézet is vettünk, meg disznó, igen, ilyen hurkát, kolbászt. 15 termelő kínált a portékáit Siófokon vasárnap, egész Somogyból érkeztek az árusok. Nagy szerencsénk volt, mert egy erősebb lehűlést követően lett jobb az idő a gombáknak, aminek következtében a gombalegyek, gombaszúnyogok, amiktől kukacosodnak a gombák, azok így hál' Istennek elmaradtak, és most gyönyörű szép tiszta a szárítmány látszik is, hogy semmilyen rágás nincs rajta. Az árusoknál nem csak vásárolni lehetett, hanem recept ötletekért is érdemes volt kérdezni tőlük.
A szárított gomba felhasználása elég sok rétű. Alapvetően bármilyen levesbe, pörköltbe, tejszínes ragúba ételízesítőként bátran használhatjuk, de én nagyon gyakran risotto készítéshez is felhasználom, illetve ilyen tésztás ételek készítésénél. A termelők szerint egyre többen vásárolnak tudatosan, keresik a helyi vagy környékben készült adalékmentes árukat. Szerintem egyre jobban van egy olyan réteg, akinek fontos az, hogy olyan terméket fogyasszon, ami helyben terem, tudja, hogy kikészítettem, annak a saját alapanyagaiból készül. Nem esetleg a fontos számára az is, hogy vegyszermentes gazdálkodásból származom, mint amilyen a miénk. Úgyhogy szerintem ennek abszolút megvan a kereslete. A gasztropiac nyáron Zamárdiban egy büfénél várta a vásárlókat, akiket ősszel is télen sem hagynak finomságok nélkül a termelők. A Somogyi Helyi Termék Egyesület új helyen egy siófoki étteremnél szervezi meg a hidegebb hónapokban a programokat. Novemberben 2 alkalommal települnek ki ide a termelők. Az adventi időszakban pedig hetente, tehát decemberben minden vasárnap fogjuk várni itt az érdeklődőket, illetve tervben van az is, hogy kapcsoljunk mellé minden hétvégén az adventben valami kézműves foglalkozást is. Lekvárokat, szörpöket, zöldségkrémeket, csatnikat, húskészítményeket, sajtokat, mézes kalácsokat, mézeket egyaránt kínáltak a termelők, akik száma a jövőben tovább nő, így még szélesebb választék várja majd az érdeklődőket a balatoni gasztropiacon. Klubok, programok, érdekképviselet, mindez a Pécsi Nyugdíjasok Szolgálatában. Erről szólt az elmúlt 35 év a Nyugdíjasok Egyesületében. Ünnepi műsorral emlékeztek a közös élményekre Pécsen. Tárogató szólt kezdésként a Nyugdíjasok Egyesületének ünnepségén a Pécsi ANK színház termében. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Szépkorúak Érdekvédelmi Közössége. Ez az elmúlt 35 év ez színes volt és érdekes volt. Foglalkoztunk érdekképviseletekkel, programszervezéssel, és tulajdonképpen közösséget építettünk. Tehát igazából ez a korosztály még az, aki ahhoz szokott, hogy élő kapcsolatok, élő közösségek azok, amiben járnak, és itt érzik jól magukat. Az Egyesületnek van 45 tematikus klubja, ahol az Egyesület tagjai érdeklődési köröknek megfelelően tudnak részt venni a foglalkozásokon. De emellett érdekképviseletet is ellátnak, ami most kiemelt feladatuk, mondja az elnök. A nyugdíjrendszert elvileg át kellene tekinteni, ez egy EU-s vállalás a Magyarországnak, és ezen kívül foglalkozunk a nyugdíjasoknak a korszerűbb témáknak a feldolgozásával, tehát informatikai képzéssel foglalkozunk. Changers 2.0 program keretében, amiben 6 ország vesz részt, avval foglalkozunk az energia hatékonysággal és a környezetvédelemmel, tehát erre tematikus oktató programunk van. Ez egy 3 éves program, és most lesz egy Cool Seniors programunk, ez a modern nyugdíjasok programunk, ahol szintén a kornak megfelelő témákat fogunk feldolgozni. A rendszerváltás környékén egy nehéz időszakban alakult meg a Baranyai Nyugdíjasok Egyesülete, mondta köszöntőjében a Vármegyei Önkormányzat elnöke. Hiszen abban azokban az években kezdődtek a bányabezárások, a baranyai ipar jelentős része a 90-es évek elején omlott össze, szűnt meg, váltak sokan munkanélkülivé. Na ezekben az években az akkori nyugdíjasok úgy érezték, hogy abból tudnak erőt meríteni, hogy összekapaszkodnak, hogy egy közösséget alkotnak. Hát immár ennek 35 esztendeje, ma már Baranya egy derűsebb arcát mutatja, de a Nyugdíjasok Egyesületének erős és összetartó közösség ebben a 3,5 évtizedben is mindvégig megmaradt, erős maradt, és mi pedig azért jöttünk ma ide, hogy Baranya Vármegye nagy közössége nevében és a fiatalabb generáció nevében is köszönetet mondjunk azoknak az idős polgártársainknak, szüleink, nagyszüleink korosztályának, akik egész életük munkájával építették Baranyát, építették Pécset. Nekik köszönhető, hogy egy olyan gyönyörű, csodálatos városban élhetünk, mint Pécs. Hála és köszönet nekik, mondta Őri László. A Pécsi Székhelyi Nyugdíjasok Egyesületének 1200 tagja van. Jelenleg a Baranyai Vármegye székhelye mintegy 30 ezer nyugdíjas él. Az ő érdekképviseletük, programok, ismeretterjesztő események szervezése a számukra ezt a feladatot vállalta a 35 éves egyesület. Ezek voltak Tolna Vármegye hírei. Készülődés a halottak napjára, már most sokan járják a temetőket.
séta a merrák megelőzéséért Szekszárdon vonultak fel. Mérges vagy nem mérges? Gombaszakellenőr ad tanácsokat a gombafajokkal kapcsolatban. Halloween. Megosztanak a vélemények az ünnepről. Csütörtökön sem változik a légköri helyzet. A tartósabban felhős tájakon lassabban emelkedik a hőmérséklet, de amint kisüt a nap, ismét az évszakos átlag fölötti maximumok várhatóak. A délután második felében itt-ott átmenetileg megvastagodhat a fátyolfelhőzet, erősebben szűrheti vagy épp teljesen eltakarhatja a napot. Esőtől nem kell tartani. Éjszaka nyugat, szélcsendes idő következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!